Több mint 10 év után mérték fel ismét az országos könyvtár használati szokásokat Magyarországon. Az adatokból kiderült, összességében csökkent a soha nem olvasók aránya, a fiatalabb korosztály több mint fele egyáltalán nem olvas irodalmat. A mostanit megelőző és nem szabályos időközönként készülő reprezentatív felmérés 2005-ben volt, amiben elsőként tettek fel az elektronikus eszközök használatára vonatkozó kérdéseket. Abban a megközelítésben azt mondhatjuk, hogy a lakosságnak kb. Egy olyan 60-70% az, aki olvas valamilyen formában, tehát akiket olvasónak tekinthetünk, úgyhogy ha bármilyen eszközön, bármilyen formában ő ezt a tevékenységet végzi egy nap folyamán. Összességében ez az 5. ilyen jellegű felmérés Magyarországon. Az első hasonló adatsort még 1964-ben vették fel. A 60-es évekhez képest az olvasás fogalma alatt is mást ért ma már a szakma. Lehet, hogy nem olvasunk mi kevesebbet, csak könyvet olvasunk kevesebbet a 60-as évekhez képest. És mivel mindig ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel, ezért maga, mivel a könyvhoz való viszonyunk az egy kicsit ugye moderáltabbá vált, tehát kevesebben vannak azok, különösen a felnőttek körében, akik úgymond könyvolvasók. Tehát 1960-as években a könyvolvasóknak, a rendszeres könyvolvasóknak az aránya, az még 18-20% volt, a rendszeres könyvolvasónak azt tekintettük ezekben a felmérésekben, akik havonta egy könyvet végigolvasnak. És ugye vannak a nem olvasóknak pedig azokat, akik 12 hónap alatt egyetlen egy könyvet sem olvasnak. Felnőttek körében ugye azt mondtuk, hogy 60-as években 18% körül volt az, aki rendszeres olvasó volt, most jelenleg ez 7%-ra esett vissza, tehát 7% lett, és akik egyáltalán nem vesznek könyvet a kezükbe, az körülbelül a lakosságnak a felét jelenti. A gyerekeknél körülbelül egy olyan 30% az, akit rendszeres könyvolvasónak tekinthetünk, és ez úgy szépen elfogynak, mire felnőttek lesznek, úgy szépen elfogy a könyv iránti érdeklődésük is. A töréspontot a középiskoláskor jelenti. Akkor kezdik el elhagyni úgymond az olvasást, és itt lép be viszont a könyvtáraknak a szerepe, hogy ezzel a korosztállyal kiemelten igyekszünk foglalkozni. Ebbe beleértve azt is, hogy például van lehetőség, ott nem csak gyerekkönyvtár van, meg nem csak felnőtt könyvtár, hanem a kettő közötti űrt, a már nem gyerek, de még nem felnőtt kategóriát, tehát az ifjúságot igyekszünk megszólítani, és például olyan olvasói teret kialakítani, ahol kuckósodhatnak, ahol máshogy foglalkozik velük a könyvtáros, tehát nincs ez a nagyon merev rendszer, mint ami régen volt. Hogy csendben kell lenni a könyvtáron. Ebben a helyzetben a könyvtárak szerepe is lényegesen módosul. Ma már olyan folyamat zajlik, amiben a könyvtár nem csak a nyomtatott irodalom tárháza, hanem sokkal inkább egyfajta közösségi tér. Tulajdonképpen a változás az már elkezdődött körülbelül 2 évtizeddel ezelőtt, és azóta pedig, amióta az internet egyre jobban terjed, azóta a könyvtárak másfajta szerepet vállalnak fel. Részben beléptek a online területre, és saját maguk is különböző adatbázisok segítségével, vagy az online szolgáltatások segítségével az online térben is megjelennek. Másik oldalról viszont megjelent az úgynevezett közösségi funkció, mely egyre inkább programok szervezésében, irodalom népszerűsítésben nyilvánul meg, illetve a jelen projekt esetében pedig a köznevelés támogató könyvtári szolgáltatások fejlesztésében. Olyan olvasásfejlesztési, digitális szövegértési, könyvtárhasználati információkeresési programokat fejlesztünk könyvtárakban, ahol el lehet hozni a gyerekeket és iskola rendszeren kívül, de a pedagógusok munkáját segítő módon, mondjuk így, hogy élménypedagógiai eszközökkel lehet egy kicsit közelebb hozni hozzájuk az irodalmat, illetve az olvasást. Az Én Könyvtáram program két szakma, a könyvtáros és a múzeológus szakma összefogásának eredményeként jött létre. Több mint 2 milliárd forintot szántak arra, hogy a legjobb gyakorlatokat gyűjtsék össze. Az elkövetkezendő évek során számos olyan lehetőség lesz a könyvtárak előtt, amikor a nem formális képzésnek a lehetőségeit ragadják meg, teremtenek meg olyan fajta alkalmakat a élethosszígtartó tanulás különböző formáira, amiben a legjobb lehetőségeket összegyűjtött nagy projekt keretében lehet majd válogatnunk. Tudnélik, most az történik, hogy az elmúlt évek során az országból szemezgetve összeszedtek mindenfajta lehetőséget jó gyakorlatra. Ezekből egy válogatott bizottság kiválasztotta a legjobbakat és a további dolgozásra érdemes gyakorlatokat.
elkészítve ezzel egy kvázi egy szakácskönyvet, amiből recepteket lehet lopni, mindenki elveheti a receptkönyvét. Most éppen ott tartunk, hogy ez a szakácskönyvnek az egyes receptjeinek a tesztelése zajlik. A megyeiben 4 olyan helyszín van, ahol az összegyűjtött és kiválasztott és meggyúrt, jól átdolgozott gyakorlatokból 4-et letesztelünk. Egyet Szekszárdon, egyet Pakson, egyet Bonyhádon és egyet Bogyiszlón. Ezek különböző nagyságrendű települések, különböző jellegű könyvtárai, tehát nyilvánvalóan mindenfajta módon ki lehet próbálni a különböző szintű együttműködéseket. Ugye még az alsó tagozatban olyan könyveket adunk a gyerekek kezében, ami az ő világukról szól, meg ami őket érdekli. Felső tagozatban megjelennek ugye azok a kötelező olvasmányok, amelyek eléggé távol állnak tőlük, és én úgy érzik, mintha nem nekik szólna, és egy kicsit háttérbe szorul. Na ez az, mint megint csak nagyon sokat tud segíteni a könyvtár, hiszen olyan kortárs magyar irodalmi műveket tudunk ajánlani, vagy akár világirodalomból, ami tényleg érdekelheti őket. Például szintén ebből a felmérésből derült ki, hogy a gyerekeket nagyon érdekli a képregény, nagyon érdekli a sci-fi, a fantasy, stb., akkor ebből a minőségi kiadásokat kell a kezükbe adni, és így vezetni őket az élményszerű olvasáshoz. A 2015-ben készült felmérés rámutat arra is, hogy milyen az összefüggés a gyakori internet használat és az olvasási kedv közt. Az adatok alapján elmondható, hogy azok a fiatalok, akik saját bevallásuk szerint folyamatosan online vannak, legalább negyed óránként ránéznek a telefonjukra, közel 60%-ukban soha nem olvasnak irodalmat. Azt a fajta közönségi kört is próbáljuk megtalálni, amiben a pedagógusok vannak, a civil szervezetek vannak, akikkel az együttműködésünket is meg lehet találni.